Hello, fiúk, lányok! Micsoda tökéletes nap a kalandozásra! Szerintem így vágjunk bele! Amondó vagyok. Igazándiból nem tudom még, hogy mi fog történni a videó során, de ahogy így az eddigi játék tapasztalataimat így elnézem, biztos lesz valami jó dolog. Na, itt egyébként pár ilyen szektás jó ember volt, akik valami fura rituálé keretein belül, hát elégették így a holttesteket, aztán arra még jöttek így a hullazabáló emberkék, vagy emberkék, szóval gólok, és hát nekünk meg kellett tőlük szabadulni. Aztán volt valami turpisság így az egésznek a hátterébe, de úgy döntöttem, hogy szemet hunyok felette, úgyhogy egy kis plusz pénzért fejébe megvették a hallgatásomat. Hát Witcher vagyok, nem sztárű riporter, úgyhogy nem feltétlenül muszáj nekem itt mindent világá kürtölnöm feltéve, hogyha még az meg is éri nekem anyagilag. Na, most itt vagyok a susnyásba a pacimmal, de ott van egy torony, nézzük már meg, mi van ott. Na, keveredjünk ki ebből a dzsindzsából. Megnézzük, mi van ebbe a toronyba, hát ha találok valami izgalmas, érdekes kincset. Annyira adja magát ez a szerepjátszás ebben a játékban, egyszerűen így le vagyok teljesen még mindig nyűgözve. Na, úgy tűnik, hogy itt lesz valami. Na, itt Na, úgy tűnik, hogy itt csetepaté van. Dolgozó. Hú, ott valami nagy dolog készül. Na, akkor gyorsan én itt leparkolok egy szimbólumot. Hoppá! De nehogy már a másik felé ugorjak, jó? Az ott megdolgozza a kisebbiket. Júj! Ennek ilyen hatalmas, egy buzogányos farka van. Na, várjunk csak, mindjárt kap ez még tőlem finomat. Mondjuk egy ilyen számum. De mondjuk, ja, de az elvakítja. Na, gyere csak! Hogy mit kapjon tőlem? Mondjuk egy axival így lebénítom az elméjét, ez az elkábult, és most egy nehéz súlyintással át a kitimpáncélt. Jó, ez megdöglött. Hát szép nagy darab kitimpáncél. Endriák szív, Endriák páncél lemezkék. Na, de úgy tűnik, hogy itt még kell egy kis rovarírtás. Ebben a kastélyban, vagy legalábbis a romjaiban. Mi ez? Gyors utazás? Nem akarok gyors utazni, hagyjuk már. Na nézzük, mi van itt, mi lapul ide bent. Ott még lent lesz valami, hoppá, de egy kincses ládika. Loot. Aha, ott van. Endriák harcos. Hajime! Ó, mérgezés, megmérgezett. Na megállj. Megnézzük, hogy mennyire vagy tűzálló. A lángszórás közben leütött. Júj! Mellé! Hopp, ezt meg én időzítettem rosszkor. Na várjál, gyere csak, te nagy méretű csótány. Jó, úgy tűnik, hogy azért nem tűzálló a kitimpáncélja. Viszont nekem kéne egy kicsit kajálnom annál. Kicsit így a mérgezést ellensúlyozni tudjam. Na, közben megnézzük, hogy mi van a ládákban. Törpe spiritus, nagyon jó. Jó, valami sötét érc. Az a baj, hogy tényleg annyi loot van itt, hogy képtelenség egyszerűen követni. Van ott fönt valami? Használjuk a Witcher érzékeket. Keményített bőr, meg olaj. Jó, az is mehet. Jó, na. Ja, hogy itt még megy tovább, jó, annál jobb. Legalább itt lesz a kastélyban mit felderíteni. Na nézd már, mi az ott. Valami holttest. Ez valami érdekes szöveg volt. Na mindegy, majd ezt később elolvasom. Fú, lovacska. Hát téged itt aztán rendesen bekajoltak. Na, lehet, hogy még az emeleten lesznek egyébként. Ugye, tehát teljesen be van szőve az egész. Lehet, hogy lesz egy fészek. Szörnyfészek. Tényleg annyira jó, hogy így mindenféle lények vannak ebben a játékban, és így tök változatos az egész. Na, mondom én, szörnyfészek van itt. Pillanat alatt így, akkor felszámoljuk az egészet. Na, mi van itt? Hárpiák, hoppá!
Na jó, hát Harpia ellen a szer számít kell. Opa! Na nézd már! Jó! Na gyere csak! Majd mindjárt leszedjük őket az levegőből. Jó, viszont itt túl erőben vannak, úgyhogy kapnak tőlem egy ilyen kis lángszórót. Opa, hogyha nem esek le a lépcsőn. Hoppá! Ezt leszúrtuk, nesze. Viszont közben itt megvakargatták a hátamat a többiek. De miért kell a számszeréjjel ennyit szórakozni? Ah, na mindegy, kapnak még tőlem ignit is. A kutya közben fötrődik a lábamnál, úgy van, úgy kell. Na jó, megy ez nekünk jobban is. Ja, hogy ezeket nem lehet csak úgy blokkolni. Jól van, hát akkor leszedjük mindjárt ezeket a levegőből. Mellé. Oké, még egy hárpia mínusz. Azt is leszedjük onnan. Aj, tudod, kit támadja a hátba. Jó, az ott egy hárpia végtag volt. Jó, most már tényleg egyet megégetek. Ott a helyed. Na, ki kér még? Na, úgy tűnik, hogy ezek így elpárologtak végre. Ó, azért voltak egy páron. Viszont dobnak mutogént, mint a vadállat. Na, ez a kastély eléggé népes volt így hárpia ügyileg, de itt még egy len van valahol. Lehet, hogy leesett? De hol lehet? Ja, ott lent van. Hát, de az már akkor lenn is marad. Begyújtjuk itt a kandallót, jelzőtűz, hogy itt most már meg van tisztítva, és... Ja, és itt a szörnyfészek. Jó, akkor tönkretesszük szépen. Hopp! 20 tapasztalati pontot ért ez a kis szörnyítás. Hát a semminél több, de azért lehetne egy picikét még több. Na, itt még van valami. Kincs. George Vicher vallomás, a veleni balta, tiszta ezüst. Azta. Na jó, hagyjuk ezt a piromán. Acél griffkard. Balstik levele? Hát olvasni valunk az lesz bőven. Kincsvadász küldi. Azta. Ebben nem megyek most bele, mert ezek a kincsvadász küldik elég hosszúra szoktak nyúlni, és őszintén szóval még egyet se csináltam meg, úgyhogy ennek most nem most kezdenék neki, hanem haragusztok meg érte. Inkább kalandozok tovább. Nézzétek meg, annyira szép bejárható terület van itt minden mennyiségben. Na, a kérdés az, hogy most hová menjünk. Na, menjünk egy térképet. Szerintem itt mindjárt meditálok is egyet. Annyira jól érzem itt magam. Elmegyünk ide, aztán bemegyünk a városba, és megnézzük, hogy van-e valami érdekes itt a hirdető táblán. De előtte egy picit meditálunk egy óráskát, hogy így rendbe jöjjünk, és közben visszatöltjük így a különböző készleteinket is. Na jó, hát akkor szépen itt lemászok. Ahogy jöttem. Hol is jöttem? Ja, itt. Itt van felállványozva. Azaz, ó, jó. Hoppá. Hol van az a nagyon nő Trigó? Na, gyere csak ide. Sült hárpia. Steak. Vagy mi ez már? Rántott hárpia. Sült krumplival. Mi? Van még valaki? Gyere csak le! Azaz. Jó, azért köszi, hogy így egy fél másodperc után lángra is kapsz. Jó, hát ez nem tartott soká. Jó, akkor mi meg lemegyünk szépen. Szerintem ez így a maradék volt. Hú, a páncélomra viszont ráférne egy javítás, úgyhogy
megyek is lefele szépen, és keresnem kell egy kovács műhelyt. Na hát, akkor ez csak egy ilyen random torony volt itt a játékban, szóval... Látjátok, miről beszélek, amikor azt mondom, hogy tonnányi content. És csak így full véletlenül elszól, hogy tehát így eljöttem, itt volt egy torony, jó persze azért az is kellett, hogy így szintben passzoljak hozzá, szia keszeg, rég láttalak. Ha mondjuk ilyen kisebb szinten járok el, akkor azért sokkal viccesebb a történet, de hál' Istennek azért már egy eléggé jól állok. Hányas szintű is vagyok? 10-es szintű, ezek meg ilyen 6-os, 7-esek voltak, vagy 5-ös, mit tudom én. Lényeg az, hogy jó kis csata volt, és láttátok, tehát hiába volt 5 szint különbség, még így is megehettek reggelire, ha béna vagyok, tehát megehettek volna inkább egészen pontosan fogalmazva. Na, 81 méterre van az action. Vajon mit találunk itt? Mi ez itt? Ójaj! Még egy szörnyfésznek! Egy nekker! Jó, ezek sokan vannak, úgyhogy nem árt, hogyha egy kicsit előre megpújítom így a bandát. Ó, mi van már, hol vagy? Ja, hogy így már hátulról rögtön. Na, védekezzünk. Ez az. Oké. Okay. Megnézzük, hogy az elme trükkjeimre hogy reagál a nekker. Ja, de ez nem az volt. Mindegy, jó lesz ennek a földön is. Oké. Okay. Van itt még nekker, úgy érzem. Valahol ott a föld alatt bújik. Ezek így elássák magukat. Aha. Na, kábítsuk csak el. Egy szép nagy csapással. Meg se bír mukkanni tőlem. Jól van. Lesznek itt még nekkerek. Ja, ott a fészkük. Jó, akkor kapnak tőlem egy ilyen kis lángszórót így ajándékba. Az meg be van oda akadva. Na gyere csak. Hopp, ott még mászkál valami. Szerintem ez egy ghoul volt ott a háttérben. Na jó, hát ez itt megsül szerintem. Szerintem az a ghoul csak úgy erre jött. Hoppá. Nem talált. Mi a? Ja, hogy itt még többen lettetek. Na jó, akkor használjuk egy kicsit így a hátteret az előnyünkre, de úgy, hogy nem döglünk meg közben. Robbanj már föl, robbanj már föl! Azaz, arra gondoltam én is. Sült nekker. Jó, és itt még kettő van valahol. Jó, egy kis nyers húst így betolok. Ez olyan érdekesen tűnt el ott a vízben. Na végre. Na jó, ezt a nekkerfészket akkor kifüstöljük. Csak ilyen lazán. Hátat fordítok a robbanásnak, mint az akciófilmekbe. Jó. Hát sok vacak. Ott még egy valami van. Ja, ez egy ghoul lesz. Sőt, kettő is. Nem árt, hogyha egy kis húsit még eszem előtte, aztán majd, ha ezeket így lerendeztem, akkor majd meditálok. Hú, hát ezek nem is kicsik? Mi azt illeti? Most a nekkereket nem lootolom. Azta! Level 2-es gólok? Oké, hát akkor kalandra fel! Hoppá! Várjunk csak! Oké, ezek a tüzet nem szeressék. Ott van még egy. Hoppá, csőstüljön a baj. Körbevettek. Jó, megpróbáljuk bekeríteni. Oké, ez itt megsül.
Hoppá! Ez agresszív. Júj! Ráadásul támadnak. Te ott maradjál. És ki tudtam védeni. Na jól van. Hát tudod mit, lelőlek. De hagyjuk már felhúzni az íjat. Nem, nem engedi? Akkor csak megsütjük. Jól van. Hú. Szörnycsont, szörnykarom, van itt minden. Hú, na, akkor egy óra meditáció most újra, ezután a sok szörnyhentelés után. Na, és ott még egy nekker előkerült. Vagy valami itt még van. Ja, ott még egy ghoul. Hát ezek ilyen hullazabáló, ilyen zombi kutya szerűségek. Hát ilyen élő halott cucc. Jó, hát kettes szintű, szóval megeszem reggelire. De látjátok, tehát hogyha nagyon sokat bénázok, vagy nagyon jampec vagyok, akkor még ezek is le tudnának gyakni, főleg, hogyha sokan vannak egyszerre. És ezért jó ez a játék, tehát olyan felnőttesen, reálisan kezeli a dolgokat. Na jó, akkor hova kéne menni? Valahol itt volt egy város. Mi az? Hű. Hű. Hát itt is aztán van népesség, ahogy elnézem. Na jó, hát akkor kezdjük. Azt mondja, jó, egy védőpajzsot most felrakok magamra, mert biztos, ami biztos, és akkor egy kartács gránátot is bekészítek, jól van. Itt azért vannak, ó, itt is egy szörnyfészek, hát ez remek. Akkor ezt leírtjuk. Igazándiból nem tudom, hogy mik ezek, ilyeneket még nem láttam. De ez valami újfajta cucc lesz. Bűzdémon fészek. Az szép. Tönkretesszük? Tönkretesszük. Hoppá! Éhin! Éhinség! Hoppá! Ezek a bűzdémonok? Júj, au, hát ez nagyot pukkant. Nekem meg izé át kéne váltanom izé Ignire. Jaj, de ebben nem kéne bemennem, mert ez megmérgez. Júj, itt is jön ez közel. Aja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 j
Nesze. Hoppá. Ja, ezek így felrobbannak. Na, még egy bűzdémon maradt. Júj, és nem üt kicsit? Vagy lehet, hogy csak az én páncélzatom béna. Na, mi csinál ez ilyen suicide, ilyen gyilkos? Ja, ez ilyen öngyilkos manőver. Jó, az a hordó meg gondolom robban. Sikerült felrobbantani a háttérben azt a cuccot? Vajon? Na mindjárt megnézzük. Na jó, akkor most el kéne menni a városba, és ott megnézem azt a küldit. Közben jöhet a paci. Hát, ha van valami jó Witcher küldetés a számomra, vagy szerződés. Na, keszeg, ne, gyere le a domboldalról, légy szíves. Szükségem van rád. Jól van. Na, hát akkor... Ott van a város valahol, úgyhogy akkor oda nyargalok gőzerővel. Aztán tudja a jó ég, hogy útközben még mit találok. Na nézd már itt valami. Ezek ilyen folyólidércek, ez szerintem most nem foglalkozok ezek már. Ebben már annyit öltem.
Na, meg is jöttünk a városhoz, akkor folytassuk az utat befele. Szépen így stílusosan belovagolok itt a katonák között. Aztán megkeressük a hirdetőtáblát, és hát ha találok valami jóféle küldetést. Remélem, hogy lesz. Általában mindig az van, hogy sokkal magasabb szintűek ezek a küldetések, amiket így itt adnak. Aztán én még azokhoz kicsi vagyok. Na, itt a pornép. Egy griff? Ha, mi? Várj, griff, fehér gyümölcsökért, nem, mi van? Kiszúrták a griffet így a lovacskám oldalán? Hát nagyon helyes, hát nem véletlenül gyaktam le azt a nagy dögöt. Még több trófea kell. Ezeket így szívesen feltűzném még így a lovamra többit is. Kár, hogy nem lehet csak egyszerre egyet. Mindenesetre nagyon fain, hogy ott világít egy griff madárfej így a lovam oldalán. Na, benn vagyunk a városban. Na jó, kicsit gyorsabb ütemben megyünk. Na, már csak meg kell találni a hirdető táblát itt valahol. Na, a hirdetőtábla az megvan, viszont az épületek eleltűnnek. Na, se baj. Na, itt valami buli van. Vásárfia. Na, nézzük, mit adnak nekünk. Vigyázzatok a trollokkal. Ó, ez egyenesen YouTube-ra termett ez a szerződés. Vagy vigyázz csalójára környéken. Az erdei bestia. Trollokat írtsunk, vagy az erdei bestiát? Nézzünk meg a trollokat, ha már itt vagyunk egy YouTube videóban. Felderítetlen helyszín. Na, hol is van? Új küldetés, nézz körül a környéken. Na, nézzük csak. Vigyázzatok a trollokkal. Másodlagos küldetés. Ja, különös hangra lettünk figyelmesek. Na, várjunk csak. Nézzük meg még a másikat is, csak hogy kíváncsiságú. Erdei bestia. Az erde is szörny. Na, ne kösd belém, katona. Na, nézzük csak, Witcher megbízások. Ó, ez akkor jó lesz most, ez 6-os szintű, ezt már rég meg kellett volna csinálnom. És hova is szól ez a cucc? Erdei szörny. Ide. Hát, nézzük meg azt a vigyázzatok a trollokkal, az mégiscsak izgalmasabb. Ha már itt, akkor YouTube, akkor vigyázzunk a trollokkal. Mi ez? A hit az önkéntes. Ez jó lesz nekem, akkor lássuk, hogy hova kell menni. Ó, ez nincs is messze, akkor ezt megnézzük. Ló hátra föl! Várjunk csak, talán ki tudok menni a partnál. Na, közben egy buli van. Szép nagy hajó kikötővel. Na jó, akkor meditálok egyet itt a parton, és akkor még a mai napon legyakom ezt a dögöt, bármi is legyen az. De túlparton van csónak, de hát egy kis úszástól nem ijedek meg, legalább felfrissülünk. Közben itt lesznek folyólidércek is, ahogy látom. Na, mindegy, átúszok felettük, talán nem fognak belém kötni. Mert az egyik már vészesen közel jön. Csobi hápi.
Na nézzük, mi van itt. Mi ez? A fehér sas erődj. Dögöljé meg. Ez mi? Ez egy troll? Milyen testhez álló? És közben miket énekel? Dögöljé meg. Nem lopcsónak. Ajjaj. Ez is töri magyar. Jaj, de szép vagy. Nem lát ember, belép a király rovadid sereg, parancs őrezni csónak, vagy őrzeni csónak. A csónakok elég rossz állapotban vannak. Én őrzeni csónak, mondani vörös, de nincs fa csinálni ő kerítés. Van csónak, hát én csinálni kerítés csónakból. Úristen. Jó, hát az intelligencia szint az megvan. Tök jó a szöveg. Szóval mondták, hogy őrizze a csónakokat, ő meg fogta, és a csónakokat bedarált a kerítésnek, hogy őrizhesse a csónakokat. Mond főnök, őrezni csónak, parasztok ellop, parasztok csónak. Nehéz ezt trollnak, nem tudom. Ellopta a parasztok csónakját is. Lefoglalták néhány paraszt csónakját. Parasztok majd megpróbálják visszavenni. Mi történt? Főnök, megy, katonák isznak, még énekel, sok ének, hallgat, troll, bum, jön parasztok, hegyes bot, lóbál. Parasztok megpróbálták visszaszerezni a csónakjaikat, gondolom. Hadnak segíteni akar én, rohan el a paraszt, el a katona, finoman szétválaszt ők, ja gondolom az nagyon finom lettett, de mind fekszik, katonák is. Úgy tűnik az egy rendesen szétválasztotta őket. Őrzeni csónak én, őrzeni trolloló mostan, katona trolloló is énekel, te ének neked? Nehogy elkezdjen énekelni. Hol vannak a holttestek? Éhes. Nem eldob pocsékba. Paraszt jó étel. Katona barát nem olyan jó. Nagy hús mindig jó. Ó, úristen. Mit művelt ez itt? Értem, háborús szabályok. Katonákat enni, ez veszélyessé tesz. Nem vagyok katona. Milyen festék? Városban van, nem város, mert trolló figyel hajó. Jó fej ez a troll, tetszik nekem, tehát így megbízták, hogy őrizze a csónakokat bedarált a kerítésnek, utána megjöttek a parasztok a csónakjaikért, meg a katonák, azokat így lecsapta, aztán megzabálta őket, aztán még mi megyünk ki festéket keríteni neki valamiért. Az önkéntes. Keresd fel a festéket, amire a trollnak szüksége van. Remek. Na hát akkor itt volt egy csónak. Jó, hát ennyi szörnyírtás után most egy trollnak segítek a végén. Úristen, ezt már le sem moshatom magamra. Hát egy malom. Szerintem a másik variációval még megküzdhettem volna vele. Na mindegy. Ó! Oh. Ah, Istenem. Másszunk már fel arra a csónakra. Na végre, köszönöm. Na jó, hát akkor nézzük azt a festéket. Szépen így a festői tájon szépen átvitorlázok. Itt a hajó között. Itt van egy-két
víz alatti lidérc, vagy valami olyasmi, próbálnak rám nyomulni, de nem fog nekik sikerülni. Jó, ezt beparkoltuk, nagyon jó. Na és itt van 50 méterre a festék, remek. Ja, itt rögtön a főtéren festék a trollnak. Aztán vajon meg kell vele küzdeni a végén? Kíváncsi leszek. Redáni kereskedő. Hé, hey, jó ember, na. Na nézzük. Mutasd, mit van. Festék. Jó. Közben el kéne adni valami szutykot is. Az igazat megvalva. Hát ezt eladhatjuk, így legalább nullára kijövünk, meg ezt a szekercét is, úgyis már tömve vagyunk vackokkal. Posztóvért, ez sem kell. Fejvadász posztóvért, ez sem kell. Na jó, hát akkor mehetünk is vissza. Ég veled. Na, adjunk festéket a trollnak. Vidd el a festéket a trollnak. Na jó, hát akkor csónakra fel. Innen jöttünk. Nem húzom sokáig a troll idejét. Most már kíváncsi vagyok, mi lesz ennek az őrületnek a vége. Jó van, a csónakunk itt szépen megvárt minket. Mi az, hogy most nem tehetem ezt? Hogy másszak már be a csónakomba, könyörgöm? Köszönöm. De... miért nem tehetem ezt? Most nem tudok bemászni a csónakba? Mi ez? Akkor marad az úszás. Már megint. Nagyon egészségesek leszünk itt. Közben megcsodálhatjátok a csodálatos lemenő napot. Alulról meg egy-két mocsári lidérc fog mindjárt belekötni az úszás tanfolyamomba. De nem jönnek elő. Ezekkel a víz alatt, by the way, hogy lehet megküzdeni, mert nekem lövésem sincs. Lesz majd valami képesség vajon, vagy valami eszköz? Bár mondjuk még van egy szabad slot, ahol nem tudtam semmit se rakni. Még az is lehet. Na, az emberevő troll, aki őrzi a csónakokat. Nem akarom megtudni, hogy mi van abban a leveses kondérban. A hegyi troll. Pola közlegény. Van egy kis festékem a számodra. Most mi baja van? Ez tiszta hülye. Yes, I do. Depends what. Redáni minta, mi van? Most komolyan egy troll csicskáztat? Csináld magad! Know what? You're the Redanian soldier. You should paint it. Yeah, try I. Man's no go. Man's watch. Good no, bird of ugly. No, actually it's not bad. Not at all. Nagyon ügyi vagy. Na, megdicsért minket a troll. Az önkéntes. 50 tapasztalati pont. Istenem, ez egy nagyon elcseszett küldetés volt. Na mindegy, én pedig akkor megköszönöm szépen nektek a figyelmeteket, remélem, hogy jól szórakoztatok. Ez egy átlagos nap volt Witcheréknél. Legközelebb is tartsatok velem, addig is minden jót. Sziasztok!